Kiírt? Valami Ilo, Dear Mr. John Todd, congratulations, jó. Nézd csak. Téged felvettek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez. Igen, pedig nem is jelentkeztem. Akkor is felvettek? Majd megírom nekik, hogy tévedés. Te megőrültél? Életed legjobb állását akarod visszautasítani azzal, hogy tévedés. Te voltál feladóként, nem? Ja. Na, hát ezek a feladónak címezték a levelet. Ezek se agytrőztök ott. Sőt, simán beférni a közéjük. Lehet, hogy direkt téged akarnak. Biztos azért választottak engem, mert mögöttem szakmai múlt van, és szakmai jelen. A szakmai jövőről nem is beszélve. De hogy válaszoljak nekik, egy mukkot sem beszélek angolul, pontosabban újrakezdő vagyok. Majd én megírom. És ha felvesznek, nem beszélek az ő nyelvükön. Akkor azt mondod, hogy egy másik nyelven beszélsz. Például? Például franciául. De Svájcban nem franciául beszélnek? De. Akkor németül, jó? Németül is beszélnek? Viszont spanyolul nem. De hogy mondom meg nekik spanyolul, hogy csak spanyolul tudok, ha nem értik? Ha megértik, hiába mondom, hogy csak spanyolul tudok. Tudni fogják, hogy nem tudok. De hát nem mindegy, ha már egyszer fölvettek. Akkor a végkielégítésből elérsz itthon vagy 10-15 évet. Karesz, borzasztóan izgulok. Ne izgulj. A lényeg az, hogy mindig ismételd meg, amit mond, különben nem fogom hallani. Jó. És végig mosolyogja, amíg sokkal. Jó. A nagy gázban nézd is le a tiédet. Jó. Mert? Hi, John. I am Cyril. No, John. Yes. You don't know Cyril. Who's Darth Vader? The weather is nice. I am you level speak English. I am you speak English. Yes, I speak English. De hogy? Oda néz. Intermediate level. Középszint, oda néz. Oda néz, level. Nem, level. Jó, igen, tovább. Intermediate level. Igen. Mi van, mit mond? Hát nem tudom, mit mondtam, de nem mond semmit. Ő mit mond? Hát semmit, ezt mond. Lefordítanád még egyszer az utolsó mondatot. Mrtót, sajnálattal kell közölnöm, hogy ön alkalmatlan arra a pozícióra, amire a jelentkezését beadta. Ezt érdemlem ennyi év után a szakmában. Nesze neked Európa. Nesze neked világ. Szabad munkaerő áramlás. Szerintem kicsit érthető a döntésük. 4 percig próbáltad elmondani, hogy középszinten beszélsz angolul. Ráadásul még súgtam is. Jó, de amikor elkezdtem spanyolul beszélni. Akkor derült ki, hogy a nő fél is spanyol. Na látod, ezért mondtam, hogy kockázatos spanyolul beszélni. De mindegy. Svájcban úgyis minden olyan drága.